Ma arra kéne beszéljünk, hogy mi az a quantum supremacy. Mi az a supremacy? Mert egész nap ezen gondolkodtam, de nem jutott eszembe a szó. Azt hiszem úgy fordítsák, fölé. Hogy... Fölé! Quantum fölény, igen. Na szóval az van, egy mondatban bevezető az, hogy volt egy cikk, amit amúgy a Nature-ben publikáltak, a Google-nek a kutatói publikálták, és arról szól, hogy elvileg, vagy legalábbis ők úgy mutatják ezt be, hogy a Google az elérte a kvantum fölényt. És nagyon nagy port kavart, mert eléggé súlyos ez a cím. És volt egy pici olyan is, hogy mielőtt valóban publikálták volna egy hónappal azelőtt, egy picit úgy, mintha kiszivárgott volna az internetre, sőt, még a NASA-nak az oldalán osztották meg, aztán levették, és akkor arról szerettem volna beszélni, hogy akkor lássuk, mi is történt valójában, és mi is ez a kvantum fölény, és akkor miért mások a kvantum számítógépek, mint a rendes számítógépek. De ebbe egy kicsit ilyen nagyon kezdő vagyok, úgyhogy én elolvastam ezt a Nature-es cikket is, de hát azért eléggé meghaladott az igazság. Én neki sem mertem annak fogni, csak így ilyen elemzéseket olvastam róla, de igen, ez egy elég kövér téma. Nehéz lesz ebbe jól belemenni. Te hogy érted? Mi az a kvantum fölé? Vagy miről szól egyáltalán? De várjál, mielőtt még oda mennék, szerinted akarattal szivárogtatták ki? Mert egy kicsit azt éreztem a hangodból, amikor így mondtad a felvezetést. Szerintem akarattal szivárogtatták ki, mert nagyon nagy a verseny közöttük, és az IBM között már mind a ketten régóta fejlesztik ezt a kvantum típusú processzorokat, és akkor, hogy aki lesz az első benne, annak nagyon nagy lesz az ilyen, van a piacokon ez a first mover advantage, hogy ki az első, aki belépik egy új piacba, úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon is tudatosan volt megszervezve, hogy kiszivárogtatták, akkor volt egy nagy hype az egész médiában, akkor utána, hogy mégse, de aztán jött a cikk, tehát szerintem egy picit meg volt szervezve, és amúgy be is jött nekik, mert tényleg egy egész szeptember arról szólt, hogy kvantumfölénye van a Google-nek. Igen, lehet, hogy az volt, hogy még gyorsabbak legyenek. Mielőtt készett volna a cikk teljesen, és a Nature-be elfogadták volna, azelőtt már kilikelték, hogy nehogy ne ők legyenek az elsők. Lehet volt benne ilyen. Csak utána olvastam egy picit a történetnek, és amikor kihozták, nem a kiszivárogtatást, hanem amikor valóban publikálták a cikket a Nature-ben, akkor rá egy hétre a versenytárs, az IBM bejelentette, hogy na, nekünk a 14. vagy 15. generációs kvantumprocesszorunk az most lesz az első, amelyik publikusan is elérhető lesz. Hát amikor mész az IBM Cloud-ra, akkor választhatsz most egy CPU-t, GPU-t és kvantumprocesszort. Az igen. Na de akkor mi is ez a kvantumfölény, amiért a verseny folyik? Mit jelent ez? Na hát te mesélj el nekem, mert nem tudom. Te mit értettél meg ebből? Vagy miről szól ez a nagy hír végül is? Mi a nagy áttörés? Jó, hát én ahogy értem, ugye nehéz pontosan definiálni, de azt mondják, hogy vannak feladatok, amik nagyon sok időbe telnek megoldani egy számítógépnek. Például az egyik ilyen tipikus feladat, hogy van egy nagyon nagy szám, ami két prímszámnak a szorzata, és faktorizáld a számot. Bonts prím tényezőire, szorzat tényezőire. Na most, ha az a szám elég nagy, mit tudom én, 2000 bit hosszú, akkor azt a mai számítógépeken, a mai algoritmusokkal, ami gyakorlatilag próbálgatja végig a prímszámokat, és nézi, hogy osztható-e, akkor ez a feladat nagyon sok időbe telik. Ez sok idő, ez változik annak függvényében, hogy mekkora számot választasz, de tegyük fel, hogy évtizedekbe telik, amíg kiszámolod. Jó. És akkor például erre a konkrét feladatra, hogy egy nagy számnak a szorzatényezőjére bontásra, kitaláltak még régebb egy algoritmust, hogy lehetne ezt gyorsabban megcsinálni, hogyha léteznének a kvantum számítógépek. Tehát elméletileg van egy gyorsabb algoritmus. Aha. Ezt úgy hívják, hogy SOR algoritm, a kutató után, aki kitalálta, de ez még a múltban volt, amikor még nem is léteztek a kvantum számítógépek, csak elméleti szinten. És akkor például mondjuk, ha egy kvantum számítógép meg tudná oldani azt, hogy ezt a 2000 bites számot, ezt a szorzatényezőre bontja mondjuk egy nap alatt, vagy egy óra alatt, akkor azt mondanánk, hogy ez a kvantum fölény. Mert ebbe a konkrét feladatba a mostani számítógépeknek évtizedekre van szüksége. Mondjuk, ha veszed a legnagyobb szuperszámítógépet, ami létezik, azt hiszem az IBM-é a legnagyobb szuperszámítógép jelenleg, akkor mondjuk, hogy annak 100 évébe telik, hogy ezt a feladatot megoldja, és te a kvantum számítógépen mondjuk megoldod egy nap alatt, vagy egy óra alatt,
akkor elérted a kvantum fölényt, mert ebbe a konkrét feladatba lenyomod teljesen a mostani rendszereket. Ja, 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 értem, értem. Sőt, még azt nézem itt, hogy a cikkben, amit publikáltak, azt írják, hogy 1980-as évek elején ugye Richard Feynman, a híres kvantumfizikus, fogalmazta meg azt az elvet, ami szerint, ha skálázódhatnak a kvantumszámítógépek, akkor valójában olyan feladatokat, amelyek most exponenciálisan növekednek, tehát hogy van ez az algoritmikai komplexitás, amit mondtál, hogy például a prímszámoknak a szorzása, az a baj azzal, hogy az ilyen exponenciálisan növekedő feladat. És akkor, ahogy én értettem, az itt az egyik trükk ezekben a kvantum alapú számítógépekben, vagy nem is tudom, hogy ezeket lehet a számítógépeknek nevezni. Nagyon érdekesen, érdekesen írja le, találtam egy másik oldalt, amelyik arról szól, hogy ha például a régi rendes biteket, nem a kvantum biteket nézzük, akkor azok vagy nullák, vagy egyek. Tehát vagy megy ott az áram, vagy pedig nem vezet. Ezek a, ugye a félvezető alapú, tranzisztor alapú eszközök. És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy mintha van volna egy köröd, akkor az a kör vagy ott vagy benne a közepébe, tehát nulla vagy, vagy ott vagy pedig a sugaron valahol, mondjuk egy egységnyi sugarú körnél, akkor vagy nulla vagy egy, tehát vagy csak a kör közepében vagy, vagy pedig pont a sugár mentén bárhol azon a körön. Ezzel szemben a kvantumbitek ki tudják tölteni az egész teret, tehát mondhatjuk úgy, hogy kétdimenziósak majdnem. Tehát a kör területén, ebben az egységnyi sugarú kör területén bárhol elhelyezkedhetnek, sőt egyszerre több helyen is elhelyezkedhetnek. És akkor itt az a trükk, hogy akkor mivel ez egy már egy térbeli feladat, ami egy hatványra emelne mondjuk a számítási kapacitást, akkor ezáltal az ilyen exponenciálisan komplex feladatok, mert ugyancsak exponenciálisan tudod növelni a keresési teret, és akkor ezáltal sokkal gyorsabban megoldhatók, mint a régebbi lineáris keresési alapon működő számítógépekkel. Persze a hatványnak a kitevője az exponenciális feladatoknál nem feltétlenül ugyanaz, úgyhogy a nagyon komplex feladatok úgyis sokkal gyorsabban fognak változni, mint a kvantumprocesszoroknak a keresési tere, de sokkal gyorsabb lesz a kvantumprocesszor úgyis, mint a lineáris processzor. És akkor konkrétan a cikkben egy olyan feladatot végeztek el 200 szekundum alatt, tehát egy kicsivel több mint 3 perc alatt, amit a mostani state of the art szuperszámítógép 10 000 év alatt végezne el. És akkor ez az, amit mondasz, hogy valójában akkor ebben a specifikus feladatban talán elérték a kvantum fölényt. De itt a trükk az, hogy ebben a specifikus feladatban. Igen, igen. Ez az egyik trükk. A másik trükk meg az, hogy az IBM válaszolt, én ezt a cikket olvastam. Az nagyon jó, az nagyon jó. Egy kicsit olyan, mintha így feszítenének a suliban, hogy jó van fiúk, de azért mi is csináltuk ezt azt. Igen, tehát ők azzal válaszoltak konkrétan erre, hogy a feladat, ahogy meg volt fogalmazva, az nem volt fair, mert úgy volt megfogalmazva, hogy sokkal előnyösebben lehet végrehajtani kvantum számítógépen, mint normál számítógépen. És azt mondták, ha módosítod azt az eredeti feladatot egy kicsit, úgyhogy optimalizáld a mostani számítógépekre, akkor nem 10 000 év alatt oldja meg a szuperszámítógép az IBM-nek, hanem 2,5 nap alatt. Tehát, hogyha nem bután oldod meg, hanem optimálisan a feladatot, akkor nem 10 000 évig tart, hanem 2,5 nap alatt. És itt volt egy nagy ilyen vita, hogy akkor a 200 szekundum összehasonlítva a 2,5 nappal nincs akkora nagy nagyságrendbeli különbség, hogy azt mondd, hogy kvantum fölényed van. Ja. Tehát nem annyi, mint a 200 szekundum és a 10 000 év. Már az egyértelmű, hogy akkor átlépted a küszöböt. Viszont az IBM azt mondta, hogy a Google úgymond csalt, hogy a feladatot direkt úgy fogalmazta meg, hogy legyen a mostani számítógépek számára nagyon nem hatékony, ahogy megoldják. De hogyha ezt módosítod, akkor ezt sokkal jobban is meg tudják oldani, és akkor ezért még vitatott, hogy még ebben az egy specifikus feladatban is tényleg elérték a kvantum fölényt, vagy nem. Szerintem itt a Nature picit beleesett a csapdába, amit a Google felállított neki. Az IBM-es gyerek, aki írja ezt a cikket, azt mondja, hogy nagyon nagy a kísértése, hogy egy ilyen címmel kihozzál egy cikket. Mert akkor persze, hogy nagyon nagyot fog futni a világba, amit amúgy meg is tett. Az ilyen horderei cikkeknél meg kéne nézni nem 10-szer, hanem 100-szor, hogy tényleg akkor most a manipulációt fogjuk-e támogatni, vagy a tudományt. És ugye ők egyértelműen a tudományt szeretnék támogatni, de az ilyen nagyon nagy címszavaknál akkor ez veszélyes lehet. Tehát mindenképpen szerintem legalább az IBM-et, ugye, aki a másik nagy ilyen ipari játékos, mindenképpen meg kellett volna kérdezni, és hogyha megkérdezték volna, akkor egyértelmű, hogy a cikk alapján szóltak volna, hogy állj meg fiúk, ez azért nem pont így van. Igen, de igazából, hogyha
így a jövőbe tekintesz, meg nézed a technológiát, akkor már csak időkérdése. Igen, ez igaz. Most még a különbség csak egy pár nagyságrend, de lehet, hogy ez azt jelenti, hogy egy év múlva már lehet, hogy tényleg 100 nagyságrend lesz, és előbb-utóbb eljutunk oda. Tehát nagyon nehéz meghúzni a vonalat, hogy mikor mondod azt, hogy kvantumfölényed van, hogyha 100-szor gyorsabb, ha 10.000-szer gyorsabb, ha 1 milliószor gyorsabb. Tehát ez most egy lépcsőfok, amit tényleg elértek, de lehet, hogy egy kicsit túl van hype-olva. Viszont fognak jönni a következő iterációk, és előbb-utóbb csak meg lesz az a kvantum fölény, úgyhogy nem kell lekicsinyelni ezt a lépcsőfokot se. Ja, ez abszolút így van. És akkor tegyük fel, hogy tényleg ami alapján, amit mondasz és amit írnak, ez nem is évtizedek, hanem évek kérdése, hogy eljön ez a valódi kvantum fölény. Vagy mondjuk például ezt a prim faktorizációt, ami ugye a legtöbb jelszónak az alapja. Ezt, hogyha megoldja valaki, egyetlen ember, vagy egyetlen cég a világon, akkor azokat a jelszavakat, amelyek most mondjuk 10.000 évben telne kitalálni, azokat 300 szekundum alatt ki tudod találni? Milyen lesz a jövő akkor? Ezt én nem teljesen értem. Hát igen, hogyha ezek a számítógépek javulnak, és egyre több, nagyobb számokat tudnak faktorizálni, akkor előbb-utóbb igen. Az ilyen prim faktorizáción alapuló titkosítások, mint például az RSA, az ilyen aszimmetrikus privát kulcs és publikus kulcsa működő titkosítások, azok feltörhetőek lesznek. De vannak másféle titkosítások, amelyek meg nem. Úgyhogy akkor majd az lesz, hogy át kell álljon mindenki másféle titkosítási algoritmusokra. Na. És ezzel kapcsolatban például olvastam egy nagyon érdekes dolgot, hogy valaki azt írta, hogy igazából akinek sok féltennivalója van, az már most át kéne álljon, mert valaki csinálhatja azt, hogy oda megy lehallgatókészülékekkel, és felveszi a te adatforgalmadot a Wi-Fin. Igaz, hogy most még nem tudja feltörni, de lehet, hogy 10 év múlva fel fogja tudni törni percek alatt. Tehát, hogyha nagy féltennivalód van, akkor már most át kéne állj újféle algoritmusokra. Ez nagyon jó. Tehát akkor itt tudod, mit eszembe? Az jutott eszembe, mint az önvezető autóknál, hogy van egy ilyen átmeneti időszak, ami nagyon-nagyon ilyen messzi. Persze egyértelmű, hogy ha feltűrhetőek lesznek a jelszavak, mondjuk egy kvantum számítógéppel, akkor mindenki lassan, minden nagy szolgáltatás, vagy lehet, hogy gyorsan meg fog próbálni átállni. De lesz egy ilyen időszak, amikor még a két rendszer közösen létezik egymással, és akkor nagyon támadhatóak lesznek azok, akiknek nincsen kvantum biztosított jelszava, ahogy mondod, és akkor aki tényleg okos, az erre fel tud készülni. Az jutott eszembe, hogy ez olyan, mint az önvezető autóknál, hogy az a rendszer, amelyik most van, az nagyon kaotikus, de hogy valahogy működik. És az a rendszer, amikor mindegyik autó önvezető, az is az olyan szép, de az úgy működik, de az átmenet, az a nehéz, az a messzi. Aha, ez egy jó analógia, igen. Érdekes ez, hogy fog alakulni a technológia, hogy mindenki tudja tartani ezzel a lépést. Na de egyelőre nem kell még megijedni, mert tehát ez még messze van, mert a mostani konkrét feladat, amiben elérték ezt a kvantumfölényt, vagy kérdéses, hogy elértéke, az egy olyan feladat, aminek nincs semmi gyakorlati haszna. Valami olyasmi, hogy prim számokról megmondták, hogy random számok-e. Ja. De szerintem az alkalmazható, tehát a hasznos alkalmazásokig nem föltétlenül hosszú az út, mert ahogy mondtad például a jelszavaknak, meg egy csomó titkosítási algoritmusnak valójában a nagyon mély magjában egy ilyen egyszerű faktorizációs dolgok állnak. Úgyhogy ha azokat a problémákat meg tudod oldani, akkor nagyon sok minden egyszerre megoldható lesz. Volt még egy jó analógia, amit olvastam, hogy igen? Kvantumrendszerek ugye ezek valójában probabilisztikus rendszerek, tehát ilyen véletlenszerűség alapon működnek, és akkor például a számítás, vagy az eredmény, amit a kvantumrendszer mond, az nem mindig, tehát nem 100%-ban igaz, vagy nem 100%-ban a helyes megoldás. Aha. És akkor ezeknek a rendszereknek van egy ilyen fidelity száma, tehát egy ilyen megbízhatóság, vagy hogy mennyire tudsz megbizonyosodni arról, hogy az a válasz, amit neked ad, az valóban igaz-e. És akkor ez nagyon trükkös lesz. Persze biztos, hogy lesz egy olyan, hogy na, aminek a fidelity-je nem tudom, 99,999, vagy 59, vagy mindegy, akkor utána majd azt elfogadjuk igaznak. De így folyamatosan, tehát így a világban nagyon nagy, újra nagyon nagy szerepe lesz a valószínűségeknek. Lehet egy olyan, hogy amikor te elküldöd a lájkot a kvantum számítógépen, akkor nem fog megérkezni 10.000-ből egy. Vagy mit tudom én. Igen, ez nagyon érdekes. Olvastam én is erről valamit, őszintén nem értem, hogy ez hogy működik, de valahogy tényleg úgy van, hogyha azt mondod egy kvantum számítógépen, mondjuk össze akarsz adni 2 meg 2, az
4 lesz mondjuk az esetek 80%-ába, de néha 5 lesz, néha meg 3. És akkor mindent le kell futtass többször, s az alapján csinálsz egy valószínűségi összegzést. És ez egy érdekes váltás a mostani dolgokhoz képest, mert most ugye a számítógépekben nagyon fehér-fekete minden, hogy minden digitális, azt mondod, hogy 1 vagy 0, hogy a feszültségnek magasabb a szintje, vagy alacsonyabb a szintje. De hogyha belegondolsz, a való világ sose 1 vagy 0, mert igazából a való világ is kvantum dolgokon alapszik. Tehát épp ezért a kvantum számítógépek majd sokkal jobban fognak tudni modellezni valós dolgokat, a kvantum valóságot, mert nem kell ez a közelítés, ez az egyszerűsítés, hogy valami csak 0 vagy csak 1, mert igazából, ha belegondolsz, semmi sem csak 0 vagy csak 1. Ja. És szerintem az, hogy az általános publikus diskurzusba bekerül annak a fogalma, hogy minden a világon probabilisztikus, az egy jó dolog, mert az végül is gondolkodásra fogja az embereket, vagy egy nagyobb megkérdőjelezésre fogja az embereket sarkalni. Viszont lehet, hogy végül is a felhasználó nem fog látni belőle semmit, mert hogyha 10 000-ből egyszer téved, akkor le fogják futtatni 20 000-szer, és akkor kész, biztos lesz a válasz. Igen, lehet, hogy ez nem jön át a felhasználónak, de ez egy ijesztő világ is egy kicsit, ha belegondolsz már, mert pedig így van, hogy minden probabilisztikus. Ja, abszolút. Azért ijesztő. Teljesen egyetértek ezzel. Szerintem ez egy szuper meglátás, amit mondasz, hogy a való világ sem determinisztikus. Mondjuk 2x2 az általában 4. Arra mondjuk nehéz példát kapni, de sok mindenre lehet probabilisztikus példát kapni. Igen, de az azért, mert maga a matematika azt is mi találtuk ki, az csak absztrakt a világon. Igazából, amikor 2x2 valami, az 4 valami, de a valami az sose teljes valami, vagyis hogy mi, ezek minden ilyen hasznos absztrakció, talán. Vagy ki tudja. Túl sok Hararit olvastál, hallod el? Igen, túl mélyre ment, amit lehet ezzel a megjegyzéssel. Na de még volt egy érdekes, amit... Mondjad! Hogy amit nem emeltek ki a cikkbe, az, hogy ugyanúgy, ahogy a klasszikus számítógépeknél, hogyha műveleteket akarsz végezni mondjuk 5 biten, mindig van zavar a környezetre, meg zaj, és akkor mindig több bitet kell használni, hogy legyen hibajavítás, legyenek validálási kódok. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha te 5 bittel akarsz műveletet végezni, lehet, hogy nem 5 bit kell neked, hanem 7 vagy 10. Aha. Attól függ, hogy mennyire akarod a hibát kiküszöbölni. Az a kvantum számítógépeknél sokkal erősebb ez a hiba hatás, mert ugye bármilyen környezeti zaj, vagy sugárzás, vagy rezgés, vagy hőmérsékletváltozás el tudja rontani a számítást. És éppen ezért ezek a kvantum számítógépek most le vannak hűtve az abszolút zéró Kelvin fokhoz, folyékony hidrogénnel, meg ilyen rázkódás álló tokozatban vannak téve, pont azért, hogy ezt kiküszöböljék, de még így is hibáznak. És akkor a Google számítógépében nincs beépítve még ez a hiba kód, vagy hiba elhárítási képesség, amire nagy szükség van, ahogy skálázod fel ezt a rendszert. Tehát még nem egy ilyen gyakorlatilag megbízható, bármikor elvégzi ezt a számítást, számítógép ez, amit most bemutattak. Tehát itt még vannak olyan lépések, amiket még ki kell fejleszteni. Jaj, értem, mert itt tényleg egy csomó hírben úgy volt megemlítve, hogy szupravezetős, tehát ilyen szuperkonduktoros valami ez a kvantum számítógép, és akkor értem, akkor azért kell a szupravezető, hogy minél közelebb legyenek a 0 Celsius fokhoz, hogy minél kevesebb legyen akkor a külső zavaró tényező. Na de ami még megszúrta a szemem, az az, hogy nagyon sokszor van az a diskurzus, hogy a Moore-törvény az lelassult. Ugye ez a Moore-törvény az az, hogy azt hiszem már beszéltük, itt mindenképpen kellett a podcast 2020-ban beszéljünk erről, de hogy egy ideje úgy egy picit lekezdett lassulni, és főleg azért kezdett lelassulni, mert a klasszikus fizika törvényei szerint amikor már a tranzisztorok olyan picikék lettek, hogy néhány atomnyi volt az a réteg, ami mi a tranzisztor vastagságát jelentette, és akkor pontosan azért lassult le ez a Moore-törvény, mert akkor ott már azon a skálán már a kvantumeffektusok, kifejezetten az ilyen kvantumalagút effektus, az megkezdett jelenni, és akkor már nem lehetett megbízni abban, hogy tényleg most az a félvezető fog vezetni ebben az állapotban, vagy pedig nem fog vezetni. Ellenben akkor a kvantum számítógépekkel ez a Moore-törvény visszatérhet a pályájára, sőt, talán még lehet, hogy lesz egy ilyen lépésszerű ugrás is, és
még hatványozottabban fog újra érvényes lenni. Igen, igen. Ez egy érdekes gondolat. Ugye a Moore törvény az, ahogy mondod, azért volt alapból, mert egyre kisebb tranzisztorokat tudtak csinálni, egyre többet tudtak belezsúfolni egy processzornyi felületbe, és ugye a tranzisztor az, hát lehet rá úgy gondolni, mint egy kapcsoló, hogy amelyiken vagy folyik átáron, vagy nem folyik átáron. De ugye annyira kicsik a most már a tranzisztorok, azt hiszem, hogy 7 nanométer a state of the art, és azt hiszem még le lehet menni 5 nanométerig, de utána már olyan lesz a tranzisztor, hogy gyakorlatilag az, hogy folyik rajta át áram, vagy nem, az annyi lesz, hogy egy elektron átmegye, vagy nem. Tehát már olyan kicsi lesz. Annál kisebbet már nem nagyon tudsz csinálni, mert nem tudod megállítani az elektront. Nem tudsz kisebb kapukat tenni neki most, hogyha ilyen metaforával. A kapu, amit tennél, hogy megállítsd az elektront, kisebb, mint maga az elektron, akkor már nem tudod megállítani. Jaj, ez érdekes, ez jó. Jó analógia. És akkor mondták, hogy igazából ki lehetne találni bizonyos ilyen javító algoritmusokat, amivel még ennél is lehetne lennebb menni, csak az már nem lenne olyan hatékony. Akkor úgy lenne, hogy minden tranzisztor mellé kéne tenni egy ilyen kijavító áramkört. És akkor az már nem lenne olyan hatékony. Ja. És akkor a kvantum számítógép, akkor ott most megint valószínűleg fog jönni ez a verseny, hogy egyre több ilyen feldolgozó elemet sűrítsenek rá egy chipre. És igen, érdekes, hogy vissza fog-e térni a Moore törvény. Az az érdekes a Moore törvényben, hogy az ilyen régi, ilyen vákumlámpás időkből származó tranzisztorokra is érvényes volt. Tehát a félvezetők iparágában volt azért sok ilyen lépésszerű ugrás. Kifejezetten a 80-as években, amikor nagyon gyorsan fejlődött az ipar, akkor több ilyen teljesen új technológiának számító dolog volt, mint például lehet, hogy nem volt ekkora fizikai új törvények szerint való működési szakadék, de akkor is ezeken az ugrásokon át a Moore törvény az mindig állta a sarat. És akkor ez egy ilyen nagyon univerzális törvény, nem tudom, én nagyon, nagyon nagy Moore törvény fan vagyok. Igen, érdekes, hogy volt pontos ilyen sokáig. De még beszélhetnénk arról, hogyha feltételezzük, hogy most előre mentünk az időbe pár évet vagy évtizedet, és vannak használható kvantum számítógépek. Na és akkor mi van? Akkor konkrétan mi változna? Mi lesz gyorsabb, vagy mire lesz az jó? Mert azt már tudjuk, hogy nem lesz mindenre jó a kvantum számítógép. Pont ahogy mondta az egyik ilyen kvantumkutató, az egyes műveleteket, ahogy elvégzi a kvantum számítógép, az lassabban fogja elvégezni, mint egy hagyományos számítógép. Tehát csak össze akarsz adni két számot, sose éri meg kvantum számítógépet használni, mert lassabb lesz, a válasz az probabilisztikus. Több energiát fogyaszt. Így van, így van. Viszont vannak olyan algoritmusok, ami klasszikus számítógéppel neked kell 1 millió lépés, hogy elvégezd, kvantum számítógéppel meg elég mondjuk ennek a gyöke, 1000 lépés. És akkor már lehet, hogy megéri kvantum számítógépet használni. Abszolút. Azt hiszem, hogy az IBM-es cikknek a végén pontosan erről írnak ők is, hogy valójában nem lesz ilyen, hogy kvantum fölény, hanem a klasszikus és a kvantum számítógépek a jövőben majd bizonyos feladatokra ki lesznek élezve. Ugyanúgy, ahogy ma például a grafikus processzorok és a rendes processzorok különböző feladatokat jobban és hatékonyabban el tudnak végezni. Ebben egyet értek. Ez milyen jó analógiára, nem is gondoltam, mert most például mondhatnánk azt, hogy a grafikus kártyának ilyen gépi tanulás fölénybe vannak. Machine Learning Supremacy. Mert egy ilyen neurális hálót ők be tudnak tanítani mondjuk 10 perc alatt, ami a CPU-n, a processzoron tart mondjuk egy hétig. Ja, mert párhuzamosak, és akkor itt ez is csak egy újabb strukturális újítás. Igen, ez milyen jó, erre nem is gondoltam. Vagy például az ilyen kriptovaluta bányászatban, ugye régebb az volt, hogy pontosan azért, mert ilyen párhuzamos feladat a grafikus kártyával jobb volt, de az is csak egy ideig működött, mert aztán utána jöttek az ilyen ASIC-ok, amelyik ilyen application specific integrated circuit, tehát specifikusan arra van építve maga az integrált áramkör, hogy bányassza a bitcoint, akkor az is egyfajta next level. Igen, igen, az is egyfajta úgymond blockchain fölénybe volt. Sokkal gyorsabban bányászta a coinokat, igen, igen. Na de hogy a jövős kérdésedhez visszatérjek, szerintem például, ami most így eszembe jutott, nem tudom, mint az időjárás, vagy például a hurrikánoknak, az útvonalának a kiszámolása, vagy egyáltalán bármilyen ilyen nagy és komplikált modell,
akkor ez valójában sokkal gyorsabb lesz a kiszámolás, és akkor nagyon-nagyon meg tud növekedni majd akkor például az időjárás előrejelzésnek a kiszámíthatósága. És akkor például tudsz olyan... Wow! Tudsz olyasmit végezni, hogy meg tudod mondani pontosan az embereknek, hogy ezen a napon két hét múlva délután 3-kor esni fog az eső 95%-kal. És akkor ez egy teljesen meg fogja reformálni azt, hogy mikor kirándulsz, vagy hogy mikor ültetsz el bizonyos terményeket. Ez azért nagy változást hozhat a társadalomnak. De durva! Most így gondolkozok valami, már ez lehetne a videó címe is, hogy Unhacking Weather, vagy valamilyen, hogy az időjárás fel lesz törve, meg lesz hackkelve, ki lesz számítva teljesen. Jó. Ezekkel a kvantum számítógépekkel. Abszett. És gondold el azért, mennyit fizetne egy, az megér minden erőforrást egy államnak, mondjuk, hogy tudja, hogy egy hurikán pontosan hol fog elmenni, melyik városokat kell kitelepíteni, hova kell küldeni a segélyeket. Kincset érő információ lesz. Tehát abszolút, abszolút. És úgy, ahogy most ugye a klasszikus szuperszámítógépekkel, ilyen időjárás előrejelzésből, amiből kell egy teljes földi klímamodellt építsél, valójában nincsen olyan sok a világon, tehát szerintem 100-nál kevesebb van. Minden államnak például nincsen ilyen globális szintű klímamodellező applikációja, és akkor már így is, például tudom, hogy Amerikában, ahol nagyon sok szatellit van a szárazföld fölött, ott azért a következő mondjuk 24 órára valójában elég nagy megbízhatósággal tudod az időjárást előre jósolni. És akkor képzeld el, hogyha ez a 24 óra mondjuk kiterjesztődik egy hétre. Tehát egy hét múlva is pontosan fogod tudni. Ez alapvetően meg tudja változtatni a társadalmat. Például azt is, hogy bizonyos munkanapokat akkor ez alapján dinamikusan tud szervezni. Az ácsokat nem küldöd ki, hogyha esik az eső, hanem akkor ők mennek, csinálnak valami más. Nagyon rátaláltál, vagy megtaláltad, mi lesz az egyik jó felhasználási módja. Pont ezen gondolkoznak sokan, hogy a mostani kvantum számítógépek azok mind ilyen elméleti problémákat oldanak meg. És akkor ez az egyik nagy kérdés, hogy mi lesz az első ilyen killer app? Aha. Mi lesz az első ilyen alkalmazás, ami tényleg hatalmas hatással lesz, és átalakítja a társadalmat? Például ez, hogyha az időjárást előre tudják pontosan hosszú távra jelölni, az egy ilyen lesz. Hát én nem tudom, de akkor, hogyha lesz egy ilyen elitizmus mindenképpen, hogyha tényleg szupravezetőkkel, meg ilyen nagyon rezgésmentes környezet, meg ilyen nagyon steril környezet, akkor értem, valójában értem azt, hogy miért a Google miért akarta ezt a nagy hype-ot, mert akkor, aki elsőként lép a piacra, az hatalmas előnyhöz juthat. Az olyan lesz, mint a Tesla az önvezetők autóknál, hogy annyi adatot tudnak a piac igen. első napjain gyűjteni, hogy beérhetetlenek lesznek nagyon hamar. Meg hatalmas, hatalmas pénzkeresési lehetőség. Például a másik ilyen alkalmazás, amit olvastam, hogy amire lehetne használni, az, hogy az ilyen raktárokba, amilyen van mondjuk az Amazonnak, vagy bármilyen nagy ilyen e-commerce cégnek, van egy csomó ilyen automata robot, amelyiknek kell optimalizálni, vagy lehetne még jobban optimalizálni, hogy milyen útvonalon menjenek, amikor összeszedik a termékeket. És akkor a mostani algoritmusok ezt valahogy van egy ilyen lokális optimum, ahogy használják, de ezen még lehetne javítani. Például, hogyha azt mondtad most, hogy az Amazonnak, hogy meg tudod javítani mondjuk 0,5%-kal, le tudod rövidíteni azt az útvonalaikat az összes ilyen automata robotnak, akkor kész az már egy akkora pénzügyi sporlás nekik, hogy bármennyit megfizetnének ezért. És hogyha Google azt mondja, hogy na nekem van egy ilyen kvantum szolgáltatásom most már, mert ugye elértem a kvantum fölényt, akkor bármennyi pénzt elkérhet gyakorlatilag azért, hogy vigyenek algoritmusokat, meg adatot, és futtassanak rajta a különböző cégek. Ja, ebben nagyon igazad van. Sőt, hogyha felskálázod és kilépsz az ilyen raktárházon kívül, maga az általános forgalom, ahol mindegyik autó önvezető lesz, mondjuk egy 20 év múlva, akkor az általános forgalomban csak megvan, hogy valaki el kell jusson A-ból B-be. Akkor mennyire tudod optimalizálni azt, hogy most hol legyen zsúfoltabb az út, és hol legyen nem zsúfoltabb? Ez mind ilyen utazóügynök probléma. És akkor az elfben sokkal gyorsabban megoldható lesz. Igen. De fennáll a veszély, amit mondtál, ez az elitizmus, mert tényleg ez egy elég a mostani, ahogy van a technológia, a mostani szinten az nem lesz olyan, hogy neked otthon lesz egy kvantum számítógéped. És akkor csak bizonyos elit cégeknek lesz, és valószínűleg majd meg kell fizetni jól azt, hogy te hozzáférj, ami elég ijesztő megint. Mert akkor lehet, hogy az lesz, hogy igen, amikor tervezed a kirándulást, hogy hova megy kirándulni, akkor
ha még fizetsz $100, akkor megmondjuk neked pontosan, hogy milyen idő lesz. És akkor úgy veszed meg a repjegyet. Hát ez kurva jó. De ha csak szegény vagy, ha ilyen low-costos repülővel mész, akkor nem lesz ez a szolgáltatás elérhető számodra, úgyhogy... Ez nagyon... Ezt a disztópia felé nagyon el lehet menni. Akkor a szegények az elsős idővel fognak járni a tengerpartra, majdnem 100%-ban. Meg kész. A rendszer ki fogja optimizálni ezt. Igen, szóval... Hát azért egy kicsit visszadobom, mert már manapság is az ilyen nagyon központosított, nagyon nagy processzorkapacitást igénylő számítások, azok vagy az ilyen Microsoft, Amazon, Google és Baidu és Alibaba és a hasonszőrűek kezében van, tehát nincsen olyan sok nagy ilyen big data szolgáltató a világon, vagy az ilyen szuperszámítógép központok, azok általában ilyen egy országnak van egy, vagy ilyen nemzeti központok. Tehát akkor valójában ez nem fog nagyon változni, hanem ott épül egy pár kvantum számítógép, és akkor ugyanúgy a felhőn keresztül feliratkozol a szolgáltatásra. Szerintem. Ez igaz, hogy már most is, igen. Ha egy nagyon nagy számot kell felbontani a szorzó tényezőire, mert fel kell törni valami titkos dokumentumot, akkor én nem tudom megcsinálni, de lehet, hogy a CIA vagy a KGB meg tudja csinálni, mert van hozzáférésük egy olyan szuper számítógéphez, ami mondjuk egy fél év alatt megcsinálja. Aha, ja. Egy másik dolog, amíg még eszembe jutott, hogy a sáv szélesség hogyan változott. Különböző mondjuk a tárolóeszközöknek a sávszélessége, de inkluszív az internetnek a sávszélessége. Tehát voltak olyan idők, amikor a processzor az lehetett volna gyorsabb, de például a memóriának a sávszélessége túl lassú volt, vagy a merevlemeznek a sávszélessége túl lassú volt, vagy az internetnek a sebessége túl lassú volt, hogy az információt eljuttassa végül is a felhasználóhoz. És akkor, hogyha bizonyos számítások most sokkal gyorsabban elvégezhetők lesznek, akkor vajon megnövekedik maga az adatnak a mennyisége annyira, hogy kell egy új internet, amelyik mondjuk nem 10-szer, mint a következő generáció, hanem mondjuk 10,000-szer gyorsabb lesz, mint a mostani internet? És akkor egy picit most maga a kérdés, az, hogy az emberek, hogy fogyasztják az információt, vajon ez ki van maxolva? Tehát vizuálisan az úgy eláraszt minket az információ. Hova lehet ezt még fokozni? Hát kész, most már jön a képernyőn a 4K-s videó, az már több, mint amit a szemed be tud fogni, és kész. Akkor a limitáló faktor itt a sávszélességben az agy lesz újra. Kész.